Rendben lezajlott az érettségi a Dombovári gimnáziumban is. Közel 90 végzős diák adott számot tudásáról, és több száz előrehozott érettségit halasztottak el őszre. Az írásbelik után még a testnevelés tantárgyból érettségiznek a tanulók a közeljövőben, ahol a gyakorlat helyett szóban vizsgáznak majd a diákok. Nagyon bízok benne, hogy jó sikerültek az írásbelik, a rendkívüli körülmények ellenére, meg úgy is, hogy az utolsó hetekben személyesen nem nagyon találkozhattunk a diákokkal. Sajnos az egy kicsit mindenkinek rossz hír, hogy a szóbelik általában segítettek az eredményeken. Tehát ott lehetett sokszor felhozni a jobb eredményre, ott lehetett a százalékokon javítani. De hát mindenkinek nagyon nehéz volt, és azt szoktam mondani mindenkinek, hogy ebben a mezőnyben most az idén kell érettségizni, és most az idén kell teljesíteni, talán egy kicsit a felvételi pontokon meg fog ez látszódni, és azok esni fognak. Már nagyon régóta szeretnék térkővel borítani az udvart a Dombovári középiskolában, amely rendezvényeik színtere. Az esős időjárás több alkalommal írta át a forgatókönyvet az évek során. Szinte az egész város megmozdult, amikor az iskola segítséget kért. Még téglajegyet is árultak, sőt több üzletben gyűjtöttek a cél megvalósítása érdekében. Nagy álmunk megvalósulása folyamatban van, tehát rakják le az új térkövet ide az alakuló terünkre. Nagyon-nagyon nagy köszönet azoknak a szülőknek, vállalkozóknak, mindenkinek, aki anyagilag támogatta. Nagyon sok szülő, öregdiák, barát, a gimnáziumnak a tisztelője mozdult meg, és hát talán egy összeget is szabad mondani, a teljes beruházás költsége meg fogja közelíteni 6,5 millió forintot, és ebből 4,6 millió forintot a gimnázium alapítványa, illetve öregdiák egyesülete, illetve hát nyilván a támogatói kör ajánlott fel, adott hozzá ehhez, és a többit majd a tankerületünk fogja biztosítani. Én bízom benne, hogy a lerakás a jövő héten befejeződik, és hát sajnálom, hogy most egyelőre a hivatalos avatás elmarad, de nagyon tervezzük, hogy ősszel legkésőbb hivatalosan is átadjuk ezt a létesítményt. Pályázatból valósulhat meg az iskola műhüves pályájának felújítása. A tervek szerint a kivitelezéssel őszre szintén elkészülnek. Az Európai Uniós forrásokból biztosított keretből az alapítványunk nyert 10 millió forintot a műfüves pályának a felújítására, és azt szeretnénk a nyáron szintén befejezni, kivitelezni. A projekt ezekben a napokban, hetekben kezdődik, majd a vállalkozónak a kiválasztásával, és hogyha az megtörténik, akkor abban bízom, hogy mivel sajnos ilyen körülmények között tanítani nem fogunk tudni, és a testnevelés órákra jelenleg a pályát nem lehet és nem tudjuk felhasználni, ezért nyáron lehet építkezni, és mindenképpen júliusra a felújítás elkészül, egy új műfüves burkolat fog a pályára kerülni, és remélem, hogy szintén a tanévnyitón legkésőbb ezt a beruházást is avatni tudjuk. A két projektet Pintér Szilárd polgármester saját keretéből 500 000 forinttal támogatja.